Rozsda Eszi már több helyen a Máté Szalkai polgármesteri hivatalt. Noha ikonikus épülete a belvárosnak a 80-as évek első felében épült, így ráfér a korszerűsítés. A renoválás helyett azonban egy teljesen új hivatalt húzhat fel a város. Ráadásul, mint az október végi magyar közlönyből kiderül, nem csak az új városháza megtervezésére jut pénz. A kormány Máté Szalka központjának a Hősök terének megújítását is támogatja, összesen 300 millió forinttal. Máté Szalkán óriási változások zajlottak az elmúlt években is, de hát a jó gazdára is az jellemző, hogy a környezetét rendben tartja, és magára szán, fogalmazunk így sokszor, a legkevesebbet. Mi most már ott tartunk, hogy csak ez az épület, ez az önkormányzati épület van a használatban lévők közül, amelyik nem újult meg energetikailag, amellyel nem történt semmi az elmúlt időszakban, illetve a Hősök terén is olyan nagyon sok változást nem eszközöltünk. Éppen itt az ideje, hogy elkezdjünk más nagyságrendben gondolkodni. A támogatás egy nagyobb 1 milliárd forintot meghaladó egyszeri pénzátcsoportosítás része, amely 7 város között oszlik meg. Érdekesség, hogy Keszthely után Máté Szalka kapta a legnagyobb összeget. Az odaítélt 300 millió forinttal a város településfejlesztési feladatait segíteni a kormány. Az önkormányzat a pénzt a tervezés mellett közbeszerzésre, területszerzésre és előkészítő munkákra fordíthatja. A tervezési folyamat azután kezdődhet, miután megkötöttük a támogatási szerződést erre vonatkozóan. A múlt hét végén, pénteken kerültek be adatok a miniszterelnökségre, múlt heti határidővel kellett adatokat adnunk a támogatási szerződés megkötéséhez. Én nagyon remélem, hogy még ebbe az évben a támogatási szerződés megkötésre kerül, hiszen ebből tudnánk konkrét határidőket, illetve konkrét tartalmi elemeket eszközölni, pontosan feltérképezni, hogy ez az összeg mire is fordítható. A városban, illetve környékén más fejlesztések is várhatóak a közeljövőben. A 49-es út mentén elindul a kerékpárút kivitelezése. Ez az 5,5 kilométeres szakasz a Kocsord és Jármi felől Máté Szalkára érkező kerékpárutakat köti majd össze. A munkatervek szerint jövő nyára be is fejeződik, a két kerekűvel közlekedőknek tehát már egy évet sem kell várniuk, hogy birtokba vehessék.